Sziasztok, ez itt a Hétközi Forduló 4. évadának 7. adása. Egy játékvezetőt bíráló tulajdonosi nyilatkozat mellett beszélünk egy futballistáról is, aki a megye egyből igazolt a román élvonalba, és természetesen téma lesz a klubcsapataink nemzetközi szereplése is. Ha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is, és kommentelhetitek is a tartalmainkat. És ahogyan azt megszokhattátok, ma is 4 vendég van itt velem a stúdióban. Itt van velünk Kenesei Krisztián korábbi válogatott labdarúgó. Üdvözlök meg. Lackó Mihály FIFA licenszes játékos ügynök. Szabados Gábor sportközgazdász. Sziasztok. És Belvon Attila, a Vasas Kubala Akadémia U17-es csapatának vezetőedzője. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát ahogyan azt már a felvezetőben is említettem, sok érdekes témával készültünk. Kezdjük először azzal, hogy a Debrecen gólhátrányból fordítva nyert 3-1-re a Zalaegerszeg ellen az NB1 6. fordulójában. A mérkőzést követően a ZETE tulajdonosa Vég Gábor markáns véleményt fogalmazott meg a Nemzeti Sportnak a játékvezetéssel kapcsolatban. Idézem, régóta dolgozom a magyar futballban, érdeklődéssel nézem a fiatal játékvezetőinket. Megdöbbentett a bajnokin Rusz Márton ténykedése, aki az első perctől kezdve tudatosította, ezen a mérkőzésen a ZETE nem nyerhet. A 30 éves miskolci játékvezető a Lokinak befújt egy sokak szerint véleményes büntetőt, és 7 sárgalapot is kiosztott a találkozón. Mit gondoltok, valóban véleményes volt ez a büntető? Misi? Hát én megnéztem, meg lehetett adni. Szó szerint ráfeküdt a zalaegerszegi játékosa a debrecenire. Szerintem az megadható volt. Mit gondoltok, van VAR, ilyen esetekben azért marad még kétség? Egy-egy szituáció, két-es szituációt követően? Mindenképpen. Egyrészt az, hogy hol kezdődött a szabálytalanság, ugye ezt is vizsgálják, nézik azt, hogy ki volt a kezdeményező ebbe az egészbe, és azt láttam azért mind a két fiúnak ott volt a keze. A Bárány fantasztikusan tette ki a testét, és a kezét nagyon jól használta. Úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemelte volna azt is, hogy egyedül be tudja vinni, bár ott már 2-1-es játékhelyzet volt. Szerintem nem volt büntető. Krisztián? Ugye nekem a VAR-ral mindig vannak hiányérzeteim, mert nem mindig ugyanaz történik egy adott mérkőzésen, mint a másikon, tehát valahol megadnak 11-est, valahol nem adnak meg 11-est, tehát nyilván ezt nehéz így kontrollálni. Megadható büntető volt, igazából ez a bírónak a döntése, meg nyilván azt, hogy visszanézik, nem nézik vissza, ki mit lát, milyen szituációt. Úgyhogy el kell fogadni, én azt gondolom, mind a két döntést. Tudom, hogy nehéz, meg nyilván játékosként is, és edzőként is, tulajdonosként is nagyon nehéz, hogyha egy vereség után van egy csapat, és kifogásokat kell keresni. Nehéz, nehéz dolog, de hát sajnos el kell fogadni. Egy tulajdonos ilyenkor bátrabban beszélhet, mint egy vezetőedző? Én szerintem ez lehet, kommunikálva ott meccs után, hogy inkább a tulajdonos fog beszélni, mert a Gabit, ahogy ismerve, elég vehemens edző, mint ember is, megvan a véleménye mindenről, és szerintem lehetséges, hogy az volt, hogy ezt a Gábor magára vette, ezt a nyilatkozatot, talán ő vele annyit nem tudnak tenni, semmilyen szinten, hiszen ő elmondhatja így nagyjából a véleményét. Én ezt látom ebben, hogy inkább ő magára vállalta ezt, markásabban elmondta a véleményét. Igazából nincs ebben nagy dolog, de persze mindenkinek megvan saját maga véleménye. Az, hogy én is igazából ezt akartam folytatni, hogy nincsen ebben nagy dolog, tehát az ég kék, a fű zöld, a sportvezetők, edzők meg a játékvezetőt hibáztatják. Tehát nincs itt semmi látnivaló vagy újdonság. Tulajdonképpen ez történik, amióta futball a futball. Akár van VAR, akár nincs VAR, ha van, akkor az a baj, amíg nem volt, addig az volt a baj. Tehát ebben semmi újdonságot nem látok. Nyilván maga a szitu meg, hát már itt ugye megbeszéltük, hogy vannak ellentétes vélemények. Igen. Most akkor nyilván persze ezen mindig lehet vitatkozni. De alapvetően ez azt a, tehát a VAR se tudja azt megváltoztatni, nyilván azt az alapállást, hogy úgyis mindig a játékvezető lesz a hibás. Meg végül is ő dönt. Igen. Ez meg nyilvánvalóan így. Mit gondoltok a magyar játékvezetők megítéléséről? Hát azzal már van probléma. Tehát ezt látjuk is, hogy azért nem nagyon hívják őket. Tehát itt valami, ugye voltak a régi nagyok, Pulsanyi, Kassai Viktor, hát ahhoz képest van rendesen lemaradás szerintem.
Gyakorlatilag ugye Európa Ligában is már csak azok az öregek vezetnek, ugye a Bognár meg a Vad 2, akik nyilvánvalóan már kifele mennek, tehát már csak egy-két évük van a nemzetközi porondon. Konferencia ligában néha van egy-két magyar játékvezető, tehát valóban itt van a nemzetközi keretbesorolásban van egy nagyon nagy szakadék. Ez valahol nyilván a nemzetközi minősítése a magyar játékvezetésnek. Én egy picit így az arroganciát bírom felfedezni a fiatalabb bíróknál, tehát sokkal másképp viszonyulnak játékosokhoz, én azt gondolom, mint a régi nagyok, akiket említettünk. Oda mentél, mondták, jó, oké, maradjál csömbben, majd ezt tudom. Most már nem ez van. Tehát ők picit itt tapasztalat is, így a NBA-3-as szinten is, de bármilyen szinten, hogy azért egy kicsit arrogánsan viselkednek már a játékosokkal, én azt gondolom. Tehát a szólsz valamiért már nem úgy kezel, szerintem, ahogy kéne. Tisztelt a kivételnek, persze nem mindenki ilyen, de én azt gondolom, hogy picit ez elment ez a történet. Itt. És a játékosok nem változtak? Épp ezt akartam én is kérdezni, hogy hadd kérdezzek vissza, és a játékosok mennyire közelítenek tisztelettel a játékosokhoz? Ez azért mondom, hogy tisztelt a kivételjában játékos és játékos közt is különbség van, aki úgy beszél, ahogy beszél, az sem elfogadható nyilván, de van, aki normálisan, és azt is elküldik, ez zavarja, vagy hogy olyan stílusba válaszol a játékosnak, ami szerintem nem megengedhető még játékvezetőnek sem. És mondom még egyszer, én azért tapasztaltam ott a pályaszéléről, láttam mostanában is ilyet, ugye itt az MTK másik csapatánál, hogy vannak ilyen bírók. Van, aki nagyon normálisan viselkedik. Pontosan. Tehát, szerintem sok jó játékvezető van egyébként a magyar élvonalban is, illetve az MB2-ben is. Egyetlen egy kérdés van az, hogy ki tudja vívni magának a tiszteletet a játékosoknál akkor, amikor megjelenik akár az öltöző folyosón, vagy kinn a pályán az ítéleteivel, vagy azzal a kommunikációval, ahogy ő a játékosok felé fordul. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog szerintem, hogy ő ezt meg tudja tenni, vagy sem. Ha meg tudja, akkor elfogadják az ítéleteit, ha nem, akkor pedig mindenki ellene fog menni. Viszont van még egy probléma szerintem ezen kívül, hogy azt ne lehessen tudni, hogy a játékos vagy a játékvezető esetleg szimpatizál-e valamelyik csapattal. Sajnos ezt is tapasztaltam többször, több meccsen, és most nem nevezném meg a játékvezetőt, de a családjával véletlenül találkoztam egy nyaralásom alatt, és el is mondták, hogy mikor elmondtam, hogy én milyen szimpatizáns vagyok, el is mondták, hogy akkor te a bátyámat nem szereted. Tehát az a baj, hogy ez némelyik játék, tisztelt a kivételnek, némelyik játékvezető le is rí, hogy ő most ezt a csapatot szereti, vagy nem szereti. Ez futballberkekben egyébként egy olyan információ, amiről úgy mindenki tud, hogy melyik játékvezető, melyik hát, csapat. Hát ha most megnézzük, hát az, hogy most a szurkolók, hogy kommunikálják ezt, szerintem minden csapat tudja azt, hogy ki nem szeretné, hogyha vezetné a meccsét. Csak ebben már úgy hiszem, hogy nincs beleszólásuk. Régen még lehetett kérni, igen. Ma már azt hiszem, már nincs ebbe beleszólás. Én mondom, még egyszer nem ezzel van baj. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a viselkedésén kell egy picit. Ahogy mondtad, is nagyon sok jó játékvezető van NB1-ben is, NB2-ben, NB3-ban is, tehát végig lehet menni. Kevés a játékvezető egyébként, de nincs olyan sok. De egy picit a viselkedésén. Tehát, hogy normálisan szól valaki, annak az illik normálisan mászolni, és tényleg úgy ténykedni. Mert mondom, még egyszer, mi is voltunk úgy, hogy megkérdeztük a játékvezetőt, mi szinte elzavart onnan, magam szinte nem magyarázom, hadd kérdezzem már meg, hogy ha normálisan beszélek, természetesen, ha nem, akkor nyugodtan neki is lehet véleménye, de ha normálisan beszél az ember, akkor szerintem úgy írik, ha normálisan válaszolsz. És szerintem ebben is van egy pici egy probléma, de egyébként meg összességben vannak jó játékvezetők. Úgyhogy. De ez egy nagyon nagy probléma, most nagyon messzire vezetne, ha ebbe belemennénk, de mint most egy fél mondattal utalt rá kell, hogy kevés a játékvezető. Tehát ugye NBA 1, NBA 2, NBA 3, persze ott megvagyunk, de alacsonyabb szinten megyei osztályokban óriási létszámhiányok vannak, és nyilván, hogyha alulról kisebb a nyomás, kisebb a merítési lehetőség, akkor ez kihat a felsőbb osztályokra is. De tényleg, tehát elmúlt években az, hogy mondjuk megye 3-as, megye 4-es mérkőzést egy játékvezető vezet partjelző nélkül, ezek vannak megyék, ahol teljesen megszokottá vált. Tehát ezek azért, és nem nyilván lehet, hogy pont olyan játékvezető, akinek egyébként pont nem kéne egyedül vezetnie, de ő van. Tehát ez alacsonyabb osztályban, a piramis alján óriási probléma, és mondom, ha kisebb a merítési lehetőség, kisebb a nyomás, kevesebb emberből lehet választani, ez kihat a felsőbb osztályokra is. Én még hozzátén tapasztaltam pont megy egybe, hogy egy partjelző volt.
Tehát nézzük oké, egy partjelző, de akkor a másik oldalt, ott nincs les. Tehát akkor mondtam, kezdjük ott, azzal térfel, hogy nincs, és rúgjunk egy 5-6 gólt, nem fogjuk érni. Tehát tényleg ez viccet félretéve, hogy ez azért tehát nevetséges, hogy igen, nincs egy bajnoki mérkőzésen, és ez megy egy, tehát egy partjelzővel végigcsinálni. Tehát az pedig most, ha megnézzük, azért most már a díjazás is elég normális. Tehát igen. Azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy olyan nagyon kimagad, de hogy már azért jóval magasabb fizetésekért vannak a bírók. Tehát. Én csak egy példát tudok mondani a játékvezetőkkel, Pull, megemlítettétek a Sanyibát is. Amikor én 17 éves játékos voltam, akkor még divat volt a teremtorna. És Debrecenben mentünk egy teremtornára a Békés Csabával, és a Sanyiba az első meccsemen kiállított. És nem tudtam, hogy miért történt, és azt mondta, hogy tanulja meg a tiszteletet. Mondta az edzőnknek, Csank Jánosnak, és akkor ő ezt elmondta, és onnantól fogva nekünk semmiféle problémánk nem volt a pályán. Soha. Soha. Úgyhogy én megtanultam, hogy mit szabad, és mit nem. Hát természetesen vannak olyan bírók, akik, amiről beszéltünk, hogy igen, hogy ők már eleve úgy kezelik, nekem is hál' Istennek volt szerencsém, hogy a Sanyibá, hogy vezetett nekem meccset jó párat, de én a Viktorra ugyanez volt a Kassaiban, nekem volt a sztorim vele, hogy nem fújt le az egyik csatártársamnak, faltot, és akkor mondtam, Viktor, nem fújd már le, és akkor nem nézett ki, nekem, neked lefújom. Szóval ilyen jófej sztorik is vannak természetesen benne. Beszéljünk egy picit a mérkőzésről is. A DVSC Dombi Tiborral oldotta meg ezt a meccset. Máté Csaba érkezése, mit gondoltok, hogy milyen új impulzusokat hozhat majd Debrecenbe? Ez egy jó kérdés. Erre igazából csak a debreceniek tudják megmondani a választ. Hát Máté Csaba ugye a Ferencvárosnál volt sokáig pályaedző, utána 10 meccsen vezetőedző. Hát most kiderül, hogy egy teljesen új közegbe mit tud. Tehát igazából ez neki is egy nagy megmérettetés, mert hiszen a másodhegedűs szerepköréből most ugye prímásnak ugrott elő. Tehát valljuk meg, tehát ezt az élet eldönti. Tehát erre csak azt tudom mondani. Biztos a debreceni vezetőket meg tudta győzni arról, hogy hiszen leigazolták, vagy leszerződtették, hogy ő megfelelő, de hát ezt mindent a futballban majd az élet dönti el. Nekem, tehát amikor vezetőedző lett a Ferencvárosnál, azt hiszem 10 mérkőzés volt. Igen. Nagyon jó volt az a stílus és az a játék, amit játszottak, nekem nagyon tetszett. Azt hiszem 9 meccset nyertek, vagy nem is tudom, tehát nagyon sok mérkőzésük volt, amin eredményesek voltak, és én nagyon örültem annak, hogy magyar edző lesz Debrecenben, és nagyon bízok abba, hogy ki tudja bontani azt a tudást, ami benne van. Rengeteget tapasztalt, ez biztos, hiszen rengeteg edző mellett dolgozott, látott a futballba. Annak külön örülök, hogy a Roland is oda kerül, ugye a fia, aki szintén egy nagyon tehetséges edző, és a Ferencvárosban volt ő is, valamint ha jól láttam, azért az Éger Laci is ott volt. Igen. A környéken, bár igen, a stábot még nem tudjuk, hogy mi lesz, de azért ez egy elég ütős stábnak tűnik, illetve természetesen kiegészítve azokkal a lokálpatrióta debreceni edzőkollegákkal, akár a Dombi Tibivel, akár a többiekkel, akik majd támogathatják a munkájukat. Úgyhogy én most így azt gondolom, hogy bár nyilván a jövő dönti majd el, de hogy sikeresek lehetnek Debrecenben. Igen, egy érdekes aspektusát világítottad meg a helyzetnek, hogy ismét magyar edző van Debrecenben. Nézd, én nagyon régóta ismerem Csabát, mert még volt Szombathelyen is annak idején, amikor az őt Hollandiából ott kezdett, aztán Paks, ugye Ferencváros, rengeteg helyen volt, rengeteget tapasztalt, tényleg valamiért mindig ott maradt a Ferencvárosnál, mint pályaedző. Én is nagyon örülök neki, mert lehet bizonyítani magyar edzőnek, mert szerintem fontosak a magyar edzők, persze kell külföldi is, mint a játékosnál kell külföldi, kell magyar egyveleg. Szerintem jó munkát végez a Csaba, én ismerem, igen, nagyon, nagyon jó felkészült edző, tanult edző, a fiát is, én is nagyjából is a Lacival együtt játszottam. Tehát, és pontosan ez, amit mondta az Attila, hogy ami tetszik, hogy a debreceni vonal is maradt. Tehát ott azok a úgymond legendásabb játékosok is ott tudtak maradni. És ha ez egy jó egyveleg lesz, hogyha nem lesznek problémák köztük, akkor szerintem ez egy sikeres történet lehet, de szerintem ez az kell, hogy ne legyenek ezek a belső
történetek, tehát ilyen viszályok. Mert ha ez így egybe össze tud állni, akkor szerintem jól tud működni, mert lesz egy jó edzőjük, egy jó magyar edző, jó pályedző, lesznek debreceni volt futballisták, legendák, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy jó, igen, én is csatlakozom, jó működhet. Debrecenben ugye az a jó, hogy ott magyar futball szintjén minden megvan, aminek lennie kell, tehát a megfelelő szurkolótábor, támogatás, megvan a megfelelő anyagi háttér, tehát az, hogy erre egy jó szakmai stáb ráépülve tényleg nagyon jó eredményt tud elérni, tehát ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy jó lenne azt látni, és most tényleg a magyar futball érdekét nézve, hogy a Debrecen az olyan szinten előre tudjon lépni, hogy nemzetközi porondon is tudjon, nyilván nem úgy, mint régen, de hogy tudjon nemzetközi porondon állandó szereplő lenni, és ott a magyar futballt képviselni. Már én ugye nyilván nem vagyok, többiekkel ellentétben nem vagyok futball szakember, tehát a Máté Csabához én csak egy kommentet fűznék, tisztán csak számokat figyelve és semmi más, tehát a 10 meccsből úgy nyertnek 9-et, hogy abból a 10-ből egy komoly meccse volt a Puskás Akadémia ellen, amit elveszített. Tehát az összes többi az NB1-es meccs volt, meg így kifejezetten gyenge külföldi ellenfelek ellen. Ez semmit nem volna az ő eredményeiből, értékéből, csak akkor, amikor ott ha visszaemlékeztek, amikor ugye végül jött a Stankovic, és neki távoznia kellett, akkor volt egy ilyen hang, hogy hát ha ilyen eredményes, azt miért küldik el, tehát ott még az igazából semmit nem jelentett, de amit elmondhatok, az mindig az, tehát óriási tapasztalata van, tehát az, hogy amit ő látott a munkája során, amilyen edzőkkel dolgozott, az tényleg olyan, hogy azt megfelelő magyar tudással ötvözve, ebből nagyon komoly eredményeket lehet kihozni, elmondom mindazt természetesen, amit elmondtunk. És csatlakozó, hogy maximálisan igaz, hogy ugye ő asszisztens edző volt, pályedző magyarul, és igen, ilyenkor van az, hogy lépsz egy szintet, és hogy milyen vezető edző vagy. Tehát ez azért, ez sem mindegy. Mert valaki nagyon jó pályedző, nagyon jó asszisztens edző, de nem biztos, hogy igen. Olyan vezető edző. Oké, Csabi volt ez a 10 meccsen vezető edző, de azért ez egy hosszabb távú történet, tehát itt azért oda kell szokni szépen egy más közegbe. És meg kell találni az öltözőt, igen. Azonnal, az ami fontos. Az egyik legfontosabb dolog. Igen. Hiszen az öltöző bizonyította azt az előző mérkőzésen, ugye a Tibi vezénylete alatt, hogy bizony nagyon határozottan tud pozitív irányba történni a dolog, hiszen a Balázsék remekül futballoztak, szerintem nagyon jól játszott a csapat, úgyhogy én nem az, szerintem megérdemelt volt a győzelmük egyértelműen, és elképesztő emócióval mentek bele a mérkőzésbe, folyamatosan nyomás alatt tartották az ellenfelet, előre védekeztek, szóval jól nézett ki a Debrecen már így is. De ezzel tulajdonképpen akkor reflektáltunk arra is, amit Vég Gábor mondott. Tehát, hogy azért van másik magyarázat is annak. Hogy, de az előbb a büntetőről beszéltünk, hogy most pedig a mérkőzés képéről. Most csak úgy, pont ezt mondom, hogy mert ő is igazából tehát a büntetőt nem is hozta szóba, csak így az összképet fogta meg a játékvezető személyén keresztül, de hát akkor volt egy egészen más összképe is ennek a mérkőzésnek. Viszont azért egyet azért hadd tegyünk hozzá, akkor viszont elgondolkodható az, hogy az a Debrecen Újpesten mit csinált, azt személyesen láttam azt a meccset. Tehát az Újpest, vagy a Debrecen pályán nem volt. Tehát hogyha az Újpest lő még hatot, akkor egy szót nem szólhat a Debrecen. Tehát itt azért a játékosok felelőssége is. De ezért mondom én tehát is ugyanezt. Nem tudom, mi lehetett az öltözőben, mi volt a Blagojevicsel a probléma, de hogy az... De hogy volt, az biztos. Hogy volt, az biztos. Hát ezután, tehát azért valljuk. Erre szokták őszintén mondani, hogy ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott róla, igen, az a baj. Tehát. Így van. Meg az Attila, amit mondott, hogy azért ugye a Tibi csinálta ezt a meccset, és szívüket, lelküket kitették, oda tették magukat. Tehát mind a kettő visszacsató, és most azért már nem a Tibi lesz a vezetőedző. Igen. Tehát ahogy igen. A Gyugyák kifutott ugye a Dombihoz rögtön a gól után, abban látszott az, amit mondasz, hogy az nekik az egy plusz motiváció volt. Hogy... És ilyenkor jön az, hogy jön egy váltás, oké, marad a Tibi, de azért egy másik vezetőedzővel. Tehát... És pont itt múlt héten volt a Salecnak a problémája, hogy miért most neki a legnagyobb probléma az, hogy váltás lesz Debrecenben, mert ez nekik nem jó. Hát ez be is jött. Ebben jó jós volt, tehát igen. Hát kíváncsian várjuk majd a fejleményeket.
Folytassuk egy érdekes igazolással. A Megye 1-es U19-es csapatból igazolt a Románia vonalba Sámson Ábris, akit egy játékos megfigyelő ajánlott be Aradra. Hadnagy Zsolt interjút is adott az NB1.hu-nak az átigazolás kapcsán, amelyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy sokan azt gondolják, hogy nem kell lemenni a megyei bajnokságokba megnézni egy játékost, szerintem ez nem igaz. Később kitért arra is, hogy ezek látványos példák, de nem úgy kell elképzelni, hogy tele vannak ilyen srácokkal a magyar alsóbb osztályok. A későn érő játékosok és a kacskaringós karriere kapcsán pedig azt mondta, hogy van, hogy a játékosokban nincs meg a profizmus, és az első nehézségnél feladják, hamis álmokba ringatják őket, és másokra hallgatnak. Sok esetben nem a klubon vagy az akadémiákon múlik mindez. Hát mit gondoltok az egészen érdekes helyzetről? Mert játszottam egy-egy, akkor még hol sansz? Igen, már felfedeztek az a magyar. Kenőt meg felfedezteti valaki? A megye egyből. Hát ez egy érdekes megközelítés, meg egy érdekes átigazolás, mert azért az elég ritka, tehát mondhatjuk azt. De mint a fehér hóló. Azért jó eséllyel ő az Aradnak az U19-es csapatába érkezett, szerintem ezt tegyük hozzá. Hát most én megnéztem, a nagy csapat keretébe sorolták bele, tehát elviekben profiként ment oda. Aztán, hogy hol játszhatják, az már... Nyilván ezt majd az idő eldönti, meg meglátjuk. De azt én kevéssé tartom valószínűleg, hogy kifejezetten az első csapatban azért, hogy ott. Bár ha megnézzük itt a Varga... Ha mégis így lesz, akkor... Varga Barni története is, tehát ő is tulajdonképpen az osztrák, tudom én, negyedosztályból vagy ötödosztályból jött vissza az NB1-be, tehát hát azt mondom, hogy az NB1 semmivel nem rosszabb szerintem, mint a román első osztály, tehát... Elviekbe, ha a srác játszik, akkor biztos megérte oda vinni. Uh-huh. Meg hát gondolom megnézték Aradon is, mert hát azért azt nem hiszem, hogy az a szabad kikötőnek nem volt olyan nagy igénye, gondolom, a nevelési vagy képzési kártanítása kapcsolatban. Mert ugye itt azért van egy ilyen anyagi vonzata is a dolognak, de meglátjuk. Mennyire gyakori egyébként, hogy a játékos megfigyelők akár megyei szinten, megyei bajnokságban is keresnek játékosok? Őszintén megmondom, ritka. Ezt azt mondom, hogy U15, U16, U17, U19, igen, még a 14 éves korosztályt is megnézik, uh-huh. vagy megnézzük, de szerintem elég ritka. Tehát az valakinek szólni kell ezért, hogy lemenjen. Tehát, igen, szerencse ez, vagy éles szem? Szerencse. Kell ehhez. Hát szerencse meg éles szem, tehát mind a kettő együtt, mert különben ez nem működne. Még az érdekes, az Imonyi esete, ugye ő is a Lipótba játszott megye egybe. Más kérdés, hogy 30 gólokat rúgott abban az osztályban, meg abban a megyében. De hát neki annyi különbség, hogy az Etel nem volt a kupa meccsük, és azt hiszem oda-vissza gólt rúgott az Etének, uh-huh. és akkor se lecélt. Igen, elvitt. Tehát ilyen van. Ez, hogy most konkrétan egy játékos miatt lemennek a megye egybe is megnézik, hát... Ez nagyon érdekes volt, én olvastam ezt a cikket, és amikor olvastam a cikket, akkor eszembe jutott, hogy én akkor még szövetségi edző voltam, amikor jött egy telefon, és a Kenyó Zoliék hívtak szabadkikötő, hogy hát nézzem már meg ezt a fiút, mert nagyon tehetséges, és el is mentem bajnoki mérkőzésre, és akkor felrakták a felnőtt csapatba, akkor még 19-ben játszott, utána felrakták oda a felnőttbe. És hogy a Zsolték hogy látták meg benne a tehetséget, és hogy tudták elvinni, igazából ugye én akkor azt láttam, hogy van egy technikás, jó felépítésű, nagyon vékony srác, aki tök jól bánik a labdával, de semmi több nem volt, le is cserélték. Tehát innentől fogva a korosztályos válogatott felé nagyon nem lehetett közelíteni, viszont az látszott rajta, hogy fejleszthető. De azt nem gondoltam, hogy egyébként, hogy mi lesz majd belőle. Most meglepetten olvastam a cikket, és nem az, hogy mi jó szeműek vagy rossz szeműek vagyunk, egész egyszerűen ő látta, az alatt a 15 perc alatt valami olyat produkált, ami szerintem, amire felkapta a figyelmét, és ugye mit tett? Beajánlott egy olyan klubhoz, ahol jól ismer embereket, mert tudta, hogy meg fogják nézni. És hál' Istennek sikerült, ez egy tök jó dolog, egy szép sztori, egy nagyon jó történet, de nem biztos, hogy sok van belőle azért. Tehát viszont van ellenkező jellegű, pont Győrbe volt egy ilyen hasonló, ahogy a Győrbe egy Bénes Laci nevezetű srácot elengedtek, mert hogy nem látták tehetségesnek. A Zsolna örömmel elvitte, majd utána elvitte a Mönchengladbach, utána Hamburg, és most a Union Berlinbe játszik, és
most olyan 10-15 millió eurós az értéke. Tehát van szlovák válogatott. Igen, tehát és 17 évesen nem kell egy Győrbe. Tehát van ennek egy ellenpéldája is. Tehát nem biztos, hogy akkor az az akkori edző hibája, vagy az akkori vezetés hibája, lehet, hogy akkor nem jött ki belőle, bár Zsolnán azért abban az időben termelték a tehetségeket, tehát iszonyú sok játékost adtak el. De egyébként ez a történet, meg most Attila is elmondott, ez nagyon jól mutatja azt, hogy a labdarúgásban a karrier az milyen apróságokon múlik. Tehát túl azon, hogy hülyére kell dolgoznia magát a játékosnak, az edzőknek mennyi munkát kell beletennie, ilyen apróságokon, véletleneken, például az, hogy ismersz olyan csapatot, ahová el tudod vinni, ahol megbíznak benned, ahol megnézik, ahol éppen abban az időpontban jól jönnek ki a dolgok. Tehát rengeteg ilyen apró tényező van, és igazából tényleg a karrier az ilyeneken múlik. Az, hogy ott mindazok a fiatalok, gyerekek, akik beleteszik a munkát, azokból kijut el tényleg profi szintre, az többek közt ezen is múlik. Tehát nem csak azon, hogy egyébként ki milyen tehetséges, ki hogyan dolgozik, hanem hát a szerencsén. És kettő dolgot mondott egyébként a Zsolt ugye a cikkben. Az egyik az volt, hogy vannak olyan gyerekek, akik később érő típusuk. Na most ő is valószínű később érő típusú játékos, ez egyértelmű. A másik pedig, hogy megvan-e benne az a kitartás, szereti-e annyira a futballt, hogy ezt végig tudja vinni ezt az egész utat, amit neki be kell járni. Megvan benne az a belső motiváció, amivel ő építgeti magát, és soha nem adja föl. És ugye ez a két dolog volt az szerintem nekem a kulcsa ennek az egész történetnek. Több, mint valószínű, hogy a fiú ennek a kettőnek pont az az ötvözet, amivel tovább lehetett vinni. Hát valószínűleg egy elhivatott srác, hiába megy egy, én is látok azért megy egybe jó pár tehetséges srácot, most nem mondom, hogy Bundesliga játékosok lesznek, de tényleg ügyesek, jó labdaérintésük van, mindenük megvan, de valahogy nem jön ki, lehet nem is fedezik föl őket. De én inkább azt látom, hogy ott úgy beleivódtak már ebbe a megye, és ez sem rengetegen, hogy á, jó, ez itt nekem. Tehát nem akarnak feljebb lépni. Pedig mondom, én látok jó sokat, aki feljebb is játszhatna, mondjuk, ha csak egyet ugrok, NB3-as szinten simán játszhatna, én tapasztaltam olyat is, aki mondta, á, nem, hát dolgozom, jó, ez nekem, én most nem akarok. Pedig elvitte volna NB3-as csapat. Ez is meg a szerencse. Igen, hát, a szerencse nagyon nagy faktor. Meg ugye a másik, ami ugye sok szülő a gyerekeknek állít olyan mércét, hogy engem is fölhívnak, meg én mindig azzal kezdem, hogy itt-ott olvasták, hogy etc. foglalkozom gyerekekkel, és a kérdésem mindig az, hova szeretne eljutni. Na most a legnagyobb probléma, ha a szülő azt mondja, hogy a Real Madridba, az Atletico-ba, vagy a Barcelonába, akkor megmondom őszintén, azt mondom, hogy köszönöm szépen, akkor ebbe biztos, hogy nem tudok segíteni. Pont itt az előttérben a beszélgetésben mondtam el, hogy ez sajnos például Spanyolország, és sokan ezt tűzik ki célnak, ami nem baj, csak ahhoz azért több kell. Tehát azért azt mondom, hogy ebből a közegből rögtön ekkorát ugrani nem lehet, mert abból mindig az van, lásd még Olaszországból is, hogy elviszik a fiatalokat, kiviszik, majd utána lógó orral jönnek vissza. Nem egy ilyen van. Rengeteg. Mi ennek az oka, hogy utána ott nem tudják hozni azt azoknak, a szintet, amit azoknak itt az a baj, szerintem itt a menedzsernek is őszintén mondom, óriási felelőssége van, én ezért nem is dolgozom 40-50 játékossal, mert ugyanis ha kiszórom a játékost, eladtam, ugye az nekem pénz, mert valamit kapok. Viszont ezeknek a kluboknak, lásd Olaszországba, ezeknek amit ki kell fizetni képzési, kártanítási, nevelési költségtérítés címen, az bagatell pénz. El tudják vinni, de régebben ugyanez volt Angliába, elvitték, és jöttek haza, mert egyszerűen nem az, hogy egy az, hogy alkalmazkodni kell tudni, tehát egy nagyon összetett dolog. Tehát én annak idején láttam a Szalai Ádámot, amikor Stuttgartba vittem, hogy állt és így nézett, hogy most ott hagyjuk. Tehát és kénytelen volt az ember ott hagyni, ő beállt a sorba, megtalálta azokat a partnereket a német futballba, és felfogta azt, hogy mi a különbség, és mi a magyar ottani foci edzések és az itteni edzések között. Emlékszem arra a jelenetre, amikor először fölvette a Stuttgart mezét, esett az eső, egy októberi nap volt, vitte, csomagolta, mondom, hova viszed? Azt mondja, hát ki kéne mosni.
Hát majd a szállodában. Hát mondom, hagyjad, itt nyugodtan megkapod az új meszt. Tehát itt, és akkor már Újpesten volt, nem a Honvédnál, mert előtte a téglaégető úti pályáról, a kopogósról kellett elhozni, mert egyszerűen ott a játékosoknak szétment a lábuk. Tehát most már ilyen nincs, hála a jó Istennek, mert most már infrastruktúrában, stadionokban jól el vagyunk látva. Épp szintén tőletek kérdeztem, hogy mi az oka, hogy fizikálisan, ami az egyik legmegszerezhetőbb tulajdonság, abba vagyunk igazán lemaradva. Ez majd a következő témába, majd ki is akarom fejteni egy picit bővebben Pakssal kapcsolatban. Tehát igazából azt látom, hogy amíg a csehek azok bárhova eladható, kivétel Spanyolország, most ritka, hogy de oda is elmennek, de például Olaszország, Németország tele van cseh futballistával. És fizikálisan meg. Ilyenek az oka, amiben mások ők, mint mondjuk a magyar játékosok? Hát most egy példát mondok, ezt szintén elmondtam, tehát az itt lévő uraknak már lehet, hogy unalmas. Volt egy magyar csapat, 2014-ben bajnok lett a magyar NB1-be, egy igen erős kezűnek mondott edző volt, a Pintér Attila, jött hozzá 4 játékos, 2 Csehországból, 2 Szlovákiából, és ezzel a csapattal simán megnyerték a bajnokságot, mert ez a 4 ember annyival többet futott abba az időbe, meg annyival, hogy mondjam, más szemléletet hozott be. Hát például külön eljártak edzeni. Tehát edzéseként átmentek a szlovák határ, vagy átmentek Szlovákiában, Nagymegyeren, egy erőléti edzővel ott edzettek pluszba. És pedig ezek is már, hogy mondjam, csak meglett emberek, mert a Mária Hub volt a Sporting Lisszabonnál, volt a Lokomotív Moszkvánál, tehát már azért letett valamit az asztalra. Tehát én ezt látom itt nagy problémának, és mindig is ezt mondtam, hogy utánpótlásban, ezt is kérdeztem pont az Attilától, hogy mi a lényeg, meg a Kenőtől is, hogy az eredmény, centrikusság vagy orientáltság miatt nem edzük úgy a gyerekeket, hogy kellene. Mert én azt láttam kint ugye Spanyolországban is, hogy egyszerűen az van, hogy nem érdekes az eredmény. Tehát én láttam olyan Sparta-Prága-Barcelona meccset, 5-1-re nyert U16-ban a Sparta-Prága. Ugyanakkor Barcelonában ezzel nem foglalkoztak, mert tudták, hogy eljön az az idő, amikor ők majd szépen ezeket a gyereket sorba beállít, vagy gyerekeket sorba beállítják, és úgy taktikailag, fizikálisan, ahogy a csehek is, hát csak csehek annyiban vannak elmaradva, hogy azért ők nem ezt a tikitakát, meg nem ezt a látványosabb futballt játsszák, de utánpótlás szinten mindig ott vannak az elitbe, tehát az U19, U17-ben mindig ott vannak a csehek. Hát, ha egy szót kellene mondani, hogy szerintem mi a különbség, és mi különbözteti meg mindezt, akkor ez az egy szó, az a versenyhelyzet. Hogy gyerekkorban is versenyhelyzetben vannak, nem eredménykényszer, hanem folyamatos igen, versenyhelyzet van. Én is, igen. Tudnélik, a magyar játékosok nincsenek versenyhelyzetben, mert nincs annyi tehetségesnek vélt fiatal, aki oda akar kerülni. És a csapatoknál is ugyanezt látom. Tehát amíg ott a külföldi kluboknál, ugye, hogyha nem teljesítesz, akkor elküldenek és behozzák a másik játékost, addig nálunk ez nem valósul meg. Tehát ha nincs versenyhelyzet, addig nem fog minden játékos mindig megtenni mindent, és nem edzőn múlik, nem klubon múlik, hanem egész egyszerűen az a belső kohézió nincs meg, hogy folyamatosan viszik egymást előre a játékosok, mert tudják azt, hogy mindig teljesítenem kell. Ha nem teljesítek, akkor bizony el fogok maradni. Na, de akkor ezt kéne valahogy megváltoztatni, már bocsánat. Szóval nekem ez az egy dolog az, ami... Kicsit pozíció, vagy esetleg a pénz teszi őket kényelmessé? Nem. Hát most utánpótlásban azért még a pénz nem. Egy picit. Pénz azért nem. Egyetlen egy, a pénzre csak egyetlen egy, nekem a kollégám Dunaszerdai, és volt egy időszak, még nem volt kész a Dacnak az új stadionja. A Puskás Akadémia megjelent az U19 csapatával, fantasztikus busszal, elegánsan leszálltak. Tényleg azt mondja az ember, hogy igen, így kell megjelenni egy csapatnak. A Dac játékosok, a 19-esek megjöttek egy katyába, meg tornacipőbe, és így nézték, hogy fantasztikus, hogy vannak. 7-1-re nyert akkor a Dac a Puskás ellen. Tehát most már valószínű, ez nem most volt, hozzáteszem, tehát még mikor nem voltak meg az infrastruktúrák a Dunaszerdahelynél. Ezt nem tudom megmondani. Szerintem a magyar gyerek nem tehetségtelenebb, mint a szlovák, a román, a szerb, a horvát, vagy a cseh, vagy a lengyel. Ez nem tudom miért van, tehát ez... Hát mi most kimoltunk Németországba, pont meséltem, ugye, másik csapata, de nem, ez nem, ugye U19 inkább.
és 2005-ös játszhatott meg többi 2006-os. Tehát tök érdekes, már fizikailag nem voltunk szerintem sok, ilyen nüanszokon múlott minden, de az a nüansz az mindig ott volt. Tehát az első meccsem, az utolsó nem, mert az elsőt, azt simán nyernünk kellett volna, Szengálen ellen a Hamburgot meg is vertük az utolsó meccsen, de egy Aston Villa ellen játszottunk nüansz volt, de mégis ők jöttek ki jobban, a Stuttgart az első 20 percben jobb volt abszolút, de aztán másik féle, mi is úgy egész jól tudtunk szerepelni, kikaptunk tőlük, tehát pont ott még annyira nem, persze látszott erősek, jól néznek ki, tényleg olyanok már majdnem, mint egy felnőtt csapat ezek. És mi még ebben vagyunk egy picit szerintem lemaradva, amíg még ilyen, amit beszéltünk, hogy ki a gyerek, ki nem, mi még egy kicsit olyan gyerekesebbek vagyunk, ott már voltak szinte kész olyan játékosok, akik azt mondtuk, hogy hát figyelj, ez már lehet, hogy például az Aston Villa, ez már lehet játszik, vagy már lehet volt keretben az első csapatnál. És tényleg angol válogatott van náluk, vagy négy velszi válogatott volt, és játszottunk egy 2-1-et, persze hallottunk visszhangokat, hogy hát az MTK, azt játszottuk, amit kell ezek ellen játszani. Uh-huh. Tehát nem mehetsz fejjel a falnak egy ilyen csapat ellen. Egy normális játékot játszunk, de azt mondom, hogy fizikailag se voltunk úgymond nagyon lemaradva tőlük, persze picit, igen, nüanszokon múlt, azért mondom. De nem lehet az, hogy a magyar szakemberek azt mondják a 17, 18, 19, 20 éves, 21 éves gyerekre, hogy tehetség. Ez most, ha megnézzük az EB-t, a spanyolok beállítottak két olyan gyereket, a Lemárt, meg a Nico Williams-et, akik 17 és 19 évesek. Tehát náluk ezek már kész futballisták. Annak idején Real Madridnál megjelent az Higuaín, 20 éves volt. És már nem tehetségként, hanem az első csapatba hozták be. Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy viszont ezekben a játékosokban valami marha extra van, hogy beteszik 17 évesen. Tehát valami olyat látnak benne, hogy ez meg tudja nyerni a mérkőzés. Mi is fiatalon játszottunk, engem is fogtak 16 évesen, bedobtak, aztán ott ragadtam. Mert láttak valamit, hogy figyelj, ez tud. Most tehetségekről igen, most 16 évesen azt mondják, hogy já, 16 nagyon fiatal. Még ne hagyjuk. 17, még fiatal. Igen. Jó van. De nem tudjuk összehasonlítani. De aztán hogy lehet elkerülni, hogy ezek a tehetségek mondjuk ne kallódjanak el? Mert sok tehetség van, ezt. Úgyhogy a tehetség a tehetségessel dolgozik együtt. Igen. Az úgy nem működik, hogy 5 tehetséges, 15 olyan játékossal van együtt, aki esetleg nem is olyan motivált, nem is annyira tehetséges. Tudnilik, sokan azt vallják, hogy majd a tehetség fölhúzza a többit is, nem, ez fordítva történik. Lehúzza, a többi fogja lehúzni ezt az 5 tehetséget. Ez így van. Amíg a tehetséget nem tudjuk úgy versenyeztetni és olyan közegbe építeni, ahol hasonló képességű játékosokkal dolgozik, de ő is kikerülhet ebből, mert nem biztos, hogy ha rosszul teljesít fél évig, nem úgy játszik, nem úgy edz, ahogy kell, nem úgy él, és ő is kikerülhet. Ha erre nem kényszerítjük rá őket, hogy mindenben megfeleljen annak, mint a modern futball kíván, most, jelen pillanatban, életviteltől kezdve a szakmaiságon keresztül, akkor nem fogja tudni mindig kibontani azt, ami benne van. Hogyan lehet egyébként tudni, vagy honnan lehet inkább tudni azt, hogy egy játékos majd magasabb szinten is megállja a helyét? Egy játékos megfigyelő ilyenkor mit néz? Mi a menetrend? Hát ez most erre megmondom őszintén. Hát valaki nincs egy tuti recept. Hát most erre megint egy példát tudok csak hozni. Annak idején, és ezt nevén is nevezhetem, még már mind a kettő játszik, a kis Kovács Pisti meg a Radó, mikor ugye U19-ben játszottak. A Manchester City főszkautja egy cseh kollégánk volt. Jóba voltunk vele, illetve hát a partnerem, a Gálfi Gyuri, akiről már említettem, Dunaszerdánél, ő tényleg baráti viszonyban volt ezzel az úriemberrel. Kimentek egy osztrákok elleni meccsre, 5-2 lett a vége, az első 20 percben azt mondták, hogy baromi jó mozog. Az volt lekommunikálva a City főszkautja révén, aki a Begiristánynak, akkori sportigazgatónak számolt éppen be. Erről viszont utána a második félidő elején azt mondta, hogy felejtsd el kategória. És az élet csak őt igazolja, mert a Radó a Vasasba, a Kovács Pisti meg már szerintem abba is hagyta a futball. Tehát azért ez pedig itt Magyarországon óriási tehetségeknek voltak kikiáltva. És pont ezt mondtam, pont a Kenőnek mondtam, nem azért, mert itt ül velem szembe, hogy amikor, meg az Attilának, mikor ők fociztak,
akkor én ide tudtam, mert akkor én a Tökölinek, Simek Petinek voltam annak az időben a menedzser. Ide jöttek Angliából, ide jöttek Hollandiából megnézni. Most imádkozni kell, hogy ide jöjjön valaki. Pedig ötször szebbek a körülmények, ötször jobbak a körülmények. Miért nem akarnak jönni? Hát ezt tőlük kéne megkérdezni. A körülményeket mondjuk levesszük. Én nem mindig azt szoktam mondani, hogy ez országi más. Tehát amikor én mindig ezt a példát szoktam hozni, amikor autót vettünk, akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy nekem mindegy milyen márka, de én német autót akarok, mert abban bízok. A futballista is ilyen. Tehát az, hogy egy magyar futballistáról mit gondolnak, tehát van két futballista, ezt szerintem Misi megerősítheti, van két futballista, egy magyar meg egy szerb, teljesen ugyanazok a paramétereik, ugyanazt tudják, a szerb az biztos, hogy kétszer annyit ér. Azért, mert szerb. És sokkal jobban eladható. És akkor most szerbet mondtam, nem hollandot vagy brazilt. Tehát bocsánat, egyetlen egy nagyon jó példa. Már többször említettem ezt a Szalai féle kivitelt a Real Madridhoz. Megérkeztem, és a Mitchell volt az utánpótlás igazgatója, hogy a Real Madrid nagy ikonja, és megkérdezte, hogy ez a Lopetegi, ő volt a főszkaut, aki utána szövetségi kapitány, Real Madrid edzője volt, hogy ez a Julen, ez normális? Hát azt mondja, idehoz egy magyar, hát ki a legjobb játékosotok? És akkor Gera Zoli volt éppen kint a West Bromwich Albionban, és aki nézte, hogy hol? Tehát biztos, hogy tudta, hogy mi az, de érdekes, ha megnézzük, a szerbeknek, a horvátoknak mindig volt egy-egy, a románoknak, a Hadzsitól kezdve, mindig volt egy kiemelkedő játékosuk a nemzetközi futballba. Nekünk, most hál' Istennek most a Szoboszlai, igen, meg a Sallai, igen. De abban az időben nem volt. Tehát ez a 2000-es évek közepe, vége felé, tehát ilyen 2007-8 környéke, nem volt, tehát egyedül a Gera Zoli volt olyan kint, aki meg a Hertába volt a Pali, meg a Király Gabi. De elviekben olyan kimagasló teljesítmény nyújtó játékosunk nem volt. És ez megint egy olyan kérdés, hogy kit veszünk meg, kit nem veszünk meg, szintén ugyanebbe a témába volt, hogy a Dortmund meg akarta venni az Ádámot, de nem volt annyi pénze, és hogy mit hoz a szerencse, és itt a szerencse faktorról beszélünk. Volt egy ingyen igazolható játékos a Lech Poznanba, és az a Lech Poznanból azt a játékost vitték oda, és azt úgy hívják, hogy Lewandowski. Tehát és most hol tart a Lewandowski még mindig? De és ez egy nüanszi, mert akkor éppen ingyen volt igazolható. Az Ádámért meg pénzt kértek. Tehát ezek mind ilyenek. Tehát ez az egész foci szerintem, és az egész karrier valahol azért szerencsére is épül. Tehát meg kell dolgozni érte, tehát a szerencse mindig oda megy, aki megdolgozott, mert a Szoboszlai sem, meg a Sallai sem azért kerültek oda, meg a Séferék azért kerültek oda, nem dolgoztak érte meg, de mindig egy szerencse faktor. Tehát ez lehet itt óriási menedzsernek kiáltani egyik másikunk magunkat, de azért ahhoz szerencse is kell. Tehát mindenképpen éppen adott posztra, éppen keresnek egy olyan típusú játékost, vagy nem keresnek, tehát ez mindig egy... Ugye az biztos, hogy régen az volt, igen, hogy azért jöttek, nézeket. Hát tele volt, hát emlékszem. Nekem is mondtam, mindig Józsiék vagy Fifi, ez jön megnézni, az jön. Igen. Most ott volt egy transfer, ami akkoriban elég nagynak számított, akkor az volt, hát ennyit nem adunk a magyarért, mert akkor inkább találunk igen. más típusú szervet. Tehát nem egyszerű, de az biztos, hogy minden meccsen hát, voltak. Szintén itt a jelenlevőnek pont most mondtam el, hogy mikor Rajci Petit kivittem a Barnsleyhoz másodosztály, tehát Championship, pont a Kenőt kérték, hogy menjen oda. Az egy más dolog, hogy miért nem mentett oda, nem az ő hibája volt, hozzáteszem, de kimondottan őt kérték. Csak ott az nem jött létre más miatt az üzlet. Tehát kiment helyette más. De hát lényeg, hogy... Kerestek játékot. Kerestek, így van. Tehát ez így van. Tehát most ezt akárhogy szépítjük. Most én nem látom például Újpesten, a Fradi pályán, hogy kim vannak a X klub, Y klub. Persze, oké, más a világ is, mert már megnézi a számítógépen. De azt nem tudja megnézni, hogy viselkedik a pályán. Tehát én emlékszem arra, hogy az MTK meccsre kimentünk, volt az Eppel Marci, meg a Tiffenbach játszott IFI-be. És látták őket, és a Celtic Glasgow-tól jöttek ide megnézni, kimondottan azért,
hogy hívják, viselkedik a játékos. Az egyiknek be volt éppen bizérve festve a haja, sérója, vagy dajerolva, nem tudom mi ez. Nem dajerolva, az más, mindegy, szóval be volt festve a haja. Másik meg odament, és intelligensen nyilatkozott angolul. Az megint nem a játékos hibája, hogy akkor a klubba annyi pénzt kért érte, amivel azt mondták, hogy ezért Spanyolországba veszek futballistát. Uh-huh. Spanyolországból. Uh-huh. És egy például egy karriert így is azért, hogy mondja, most a Marci nem lebecsülve a Nyíregyházát, Nyíregyházán játszik, pedig abban az időben a Celtic Glasgow vitte volna. És az megint csak egy olyan faktor, amiről nem a játékos tehet. De akkor még ide jöttek. Beszéljünk egy picit a nemzetközi porondról. A Puskás Akadémia 4-4-es összesítés után büntetőkkel maradt le a konferencialiga a csoportköréről a Fiorentina ellen, míg a Paksa 2-2-es első meccset követően 3-0-ra kikapott odahaza a cseh Mladá Boleszláv ellen. A Ferencváros ellenben 0-0 és 1-1 után sikerrel vette a büntető párbajt a Borac Banja Luka ellen. Így a zöldfehérek az Európa Liga főtábláján próbálkozhatnak idén. Az új lebonyolítás szerint zajló sorozatban 8 ellenfelet kapott, és mindenki ellen egyszer játszik majd a Fradi. A liga szakaszban az egycsoportos 36 résztvevős főtábla első 8 helyén végző csapatok egyenesen a 8-at döntőbe jutnak. A 9. és a 24. hely között végző csapatokra egy rájátszás kör vár a legjobb 16 közékerülésért. A 25. és a 36. hely között végző csapatok számára befejeződik a nemzetközi kupa szereplés, ugyanis az idei szezontól a különböző nemzetközi kupák között nincs átjárás. Kezdjük a felcsúttal. Mit gondoltok, hogy a Puskás Akadémia esetében félig tele vagy félig üres a pohár? Én azt gondolom, hogy egy bravúr kategória volt a Fiorentina meccs. Az elsőt, a másikat nem láttam, a Fradit. De az elsőt néztem, jól játszottak, letámadtak, nem nagyon tudott velük mit kezdeni a Fiorentina, rúgtak két szép gólt, ugye egy 11-es volt, de azt is szépen meccse belépett a védő előtt, egyértelmű volt. A másik, ez egy gyönyörű átlövés gól volt, ugye vezettek 2-0-ra. Egy picit nekem az a Fradi szituáció volt a Fiorentina ellen, nem tudom, emlékeztek-e két éve, hogy ja, akkor is ugye elengedte a Fiorentina az elejét, aztán utána visszajöttek ugye az 2-2 az a meccs. Nekem akkor is azt mondom, ez egy bravúr eredménye, ez, hogy ide eljutottak, és hogy 11-esekkel végül is sajnos alul maradtak, mondjuk, és nem a kapusok közti különbséget, de mondjuk megnézitek a legát, ahogy van meg a Puskásnak a fiatal kis kapusát. Valahogy az volt az érzés az embernek, hogy ott a Degán mondjuk egyet valahogy meg tud fogni, de most nem is ezen múlt. Én tényleg azt mondom, hogy szerintem ez egy nagyon jó eredmény egy Fiorentina, egy Puskás Akadémiának, és igen, tovább is juthattak volna egyébként, de szerintem most én azt gondolom, hogy félig tele van a pohár, tehát nem félig üres. Én legalábbis ezt érzem. Én talán annyit tennék hozzá, hogy ha így mögé nézek, akkor nekem inkább a mutatott játék volt az a Puskás részéről, ami szerintem arra enged következtetni, hogy félig tele van ez a pohár, hiszen jó volt a játék. Igen. Jó volt a játék képe, modern futballt játszottak, szép támadásokat építettek. Egyébként a második mérkőzésen is rengeteg helyzetük volt, rengeteg lehetőségük volt. Úgyhogy nekem nagyon tetszett, amit a pályán láttam tőlük. Sajnálom, hogy kiestek és nem tudtak tovább jutni. Megérdemelték volna. Ennek ellenére a Pécsi Ármint nagyon tehetséges és nem jó kapusnak tartom. Nem őt már azt mondom, egy Degály világsztár kapus meg. De egy rendkívül jó képességű kapusról beszélünk. De az egész meccsen, nem csak a 11-es párbajban, hanem... Igen, azért mondom, hogy félre nem úgy akartam, hogy is egy nagyon tehetséges kapus. Pont ez döntötte el ezt a párharcot, hogy milyen egyéniségei voltak a Fiorentinának, azért, mert ez egy olasz élvonalbeli csapat. Igen, meg ugye azért az már jó, mikor arról szóltak a hírek, hogy a fene egye meg, hogy két emberes, két foros előnyből miért nem tudtak nyerni. Tehát ez ki gondolta volna, hogy egyáltalán ez szóba jön. Tehát amikor a sorsolás megtörtént. Tehát le a kalappal a Puskás előtt, tehát ezt őszintén megmondom. Tehát ez
Még az sem volt, hogy a második meccs, mert ugye arra gondolhatott volna az ember, következtetett volna, hogy oké, az első meccset picit elengedték, igen, és jó, majd a másodikon simán majd megverik a Puskás, mert nem tudták. Tehát itt ez a lényeg, hogy már idejön egy Fiorentina, sem tud úgy játszani, ha még azt mondjuk, mondom még egyszer, hogy az első meccs az olyan volt, hogy jó van, most kihagyott az edző három ember, rá lehet fogni ilyenkor mindenre, de nem, mert a Puskás az első meccsen is dominált az első fél időben, marha jól letámadtak, hogy nem tudták kihozni a labdát, és a második meccsen is egy szoros meccs volt, amiből ilyen 11-esek lettek. Ennyi különbség, ezt akartam kihozni, a Degál megfogott egyet, a kis fiatal kapus nem tudott megfogni egy 11-es sem, tehát valószínűleg egyébként készülhettek a 11-esekre, lehet a Fiorentina, egyébként mindenki készül ilyenkor, még a gyengébb csapat is, úgyhogy én mondom még egyszer, én szerintem ez egy nagy dolog, lehet, hogy jövőre, hogyha oda kerülnek, már ezt is meg fogják tudni ugrani. A Paks eset, igen? Én csak azt, mielőtt itt végigmegyünk a csapatonként, meg mérkőzésenként, teljesen egyetértek azzal, amit itt a Puskáson, meg a Fiorentináról eddig mondtunk, hogy azt azért látni kell, hogy a Konferencia Liga éppen azért jött létre évekkel ezelőtt, hogy egyrészt a legkisebb országok is be tudjanak jutni a csoportkörbe, a jellemzően ugye a bajnok csapataik, illetve az olyan országok, mint mi, azoknak a bajnok csapaton kívül is legyen esélye a csapatoknak eljutni a csoportkörike, most már ugye főtábláig. Ebben a magyar futballnak nagyon komoly adóssága van. Tehát lement úgy 4 szezon, hogy összesen 3 playoffot tudtunk játszani, és egyetlen egy csapatunk sem jutott be, már most a Ferencváros leszámíthatat, most a nem bajnok csapatok közül egyetlen egy csapatunk sem jutott be a csoportkörbe. Gyakorlatilag ez volt az első olyan év a 4-ből, ahol valami értelmezhetőt felmutattunk azzal, hogy ott volt 2 csapatunk a csoportkörbe, és az egyik tényleg a legvékonyabb hajszállal maradt le, mert ugye eddig egyszer volt egy playoff, a videótól játszott egy playoffot, azt hiszem 2 évvel ezelőtt. Tehát ezt a lehetőséget, amit a Konferencia Liga nyújt, ezt a magyar csapatok sokkal kevésbé használták eddig ki, mint amennyire egyébként a lehetőségeink engedték volna. Tehát sokkal többet kellett volna és kellene ebből elérnünk, és ez azt gondolom, hogy azért jó végre ez a szezon, amit most láttunk, hogy láttuk, hogy igen, el lehet jutni, egy Paks is el tud jutni a playoffig, egy Puskás is el tud jutni a playoffig, mert erre jó a Konferencia Liga, és ennek kéne lennie a standardnek, hogy minden évben legalább, én azt mondom, hogy 1-2, de akár mind-3 csapatunk eljut a playoffba, és egy az jusson is be. Tehát nagyjából hosszú évek átlagában ezt kellene tudnunk nyújtani, mert a lehetőségeink nagyjából erre predesztinálnak minket. Ha megnézzük a hozzánk hasonló képességű országokat, akkor nagyjából ez a helyzet, mert nálam még mindig csak ott tartunk, hogy csak a Ferencváros tud főtáblán játszani, holott a Konferencia Liga erre lehetőséget ad gyakorlatilag most már minden magyar csapatnak. Tehát ezért jó ez, hogy erről tudunk beszélni, hogy na akkor a Puskás tényleg egyetlen egy 11-essel maradt le egy Fiorentinával szemben, ugye nyilván ez sem mindegy, tehát itt azért egyáltalán nem mindegy, hogy kit kapsz a playoffba, vagy egy Fiorentinával szemben egyetlen egy 11-essel maradtak le a csoportkörről. Ez azért fontos, hogy lássuk azt, hogy ez igenis megcsinálható. Tehát ez, ami most történt, ez nem bravúr, már úgy értem azt, hogy eljutott 2 csapat a playoffig, ez nem bravúr, ennek kéne lennie az átlagos teljesítménynek. Ott már persze, ha kapsz egy Fiorentinát, azt legyőzni az óriási bravúr. De alapvetően ezt a magyar futballnak tudnia kellene hozni. Most a Puskásról meg a Paksról, hogy összekössük a kettőt. A Kenő, amit mondott, hogy a Fiorentina ugye a második meccsen, azt hittük én is, hogy simán ledarálja a Puskást. Ez nem jött össze. Ugyanakkor a Paks Mladé Boleszláv meccsen 100% biztos voltam, hogy ugye a csehek végig fogják futni, és a második fél időben már esélyt sem fognak adni a Paksnak. Ez be is jött, és itt jön ki az, amit az előzőekben mondtam, az erőlét. Tehát a gladiátorok, tehát hogy mondjam, a cseh futball nem arról szól, hogy ide húzogatok, oda húzogatok, erre teszem, arra teszem, hanem puff neki, szóljon, és akkor mennek. Ráadásul azon a Paks első meccsén hiányzott 3 kezdő játékos a Boleszlávból a kinti meccsen. És milyen érdekes, a cseh vezetőedzőt föl is állították. Tehát már a visszavágón egy svéd edző jött, és ugye a svéd szerintem semmit nem tudott hozzátenni ehhez, mert a csapat ment előre, és hát sajnos sima meccs lett. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy ez a cseheknél teljesen normális, hiszen 4 csapatuk áll a csoportkörökbe. Igen, mit gondoltak a Paksról? Milyen az összkép?
Nem, úgy nekem pozitív az összkép. Tehát, és elindultak ugye az Európa Ligák, kiestek, jól van. Mindenki azt hitte, hogy majd kb. Ennyi lesz, konferencia ligában sem fordultunk. De azért ott nyeregettek, ott az idáig eljutott a playoffig, és full magyar csapat, tehát magyar edző, magyar játékosok, és igen, bizony, tudnak ők, még a Dani is játszik 39 évesen, úgyhogy sőt, gólt is lőtt kint, szóval nekem pozitív az összkép, nyilván Gyurit szeretjük, összerekte ezt a csapatot, jelen állszerint ennyire voltak képesek, kaptak egy jó csapatot, egyébként a cseh csapat egy nagyon jó kis gárda, megkapták, kint játszottak egy bravúr 2-2-t, sőt, hát még azt nyerettek mondom, még meg is volna. Nyerhették volna a mérkőzést, abszolút. Berúgta szépen a szabadrugást, a srác a szép volt. Viszont igen, a realitás kb. Ez. Nem biztos, hogy a három. És a Ferencváros tekintetében ott azért kritikus hangok is érték a mutatott játékot. Én is ezt mondom. Jogosan. Ott valami, amiről az Attila is beszélt, szerintem ott az öltözőben nincs rend. Vagy nem tudom, de nyilvánulóként. Valami nagyon nem működik. Tehát az látványos támadó futballt ígért az edző, ez még a Nyíregyháza ellen sem valósult meg, nemhogy a nemzetközi porondon. Tehát ott valami, lehet, hogy sok a 35 játékos a keretben, lehet, hogy egymással nem kommunikálnak, tehát ezt az akik edzők, azok jobban tudják, tehát itt azért itt valami nem kerek. Nekem az volt az érzésem egyébként, hogy azt a Midtjyllandot, akivel szembe kiesett a Bajnokok Ligájában a Fradi, az szerintem a Rebro-féle Ferencváros simán kiverte volna. Az biztos, hogy más csapat volt. Tehát ez amilyen sorsolása most volt a Bajnokok Ligájában a Ferencvárosnak, tehát ugye a Midtjyllandot, ha legyőzik, utána a Slovan Bratislava jött volna a playoffba, ezt meg lehetett volna oldani. Tehát a Bajnokok Ligájába el tudott volna jutni a Ferencváros. Az, hogy ebből, az még egy dolog, hogy ebből nem lett Bajnokok Ligája, de az, hogy ráadásul így, ez tényleg a jövőre nézve nem nézett ki jól. Hozzáteszem, volt már ilyen a Fradinál, hogy a selejtező sorozatot végig szenvedték, aztán a főtáblán meg sokkal jobban játszottak. Reméljük, hogy ez most is így lesz. De tény az, hogy ez most nem nézett ki jól. És igazából szerintem az, amit ugye a Ferencváros évekkel ezelőtt elkezdett, hogy mindig télen erősíteni, tavasszal beépíteni az új játékosokat, nyáron már nem variálni, hanem gyakorlatilag kész csapattal neki menni a selejtezőknek. Ez most egyáltalán nem működött. Nyilván ebben benne volt az is, hogy ugye a tavaszi szezon végén számukra váratlanul edzőt kellett váltani, mert Stankovics távozott, tehát ez biztos, hogy nem segített, tehát úgy neki menni a selejtező sorozatnak, hogy teljesen új az edző, de közben jött egy csomó új játékos. Mindenre rá lehet fogni, tehát persze, amit az előbb is elmondtunk, hogy kifogás az persze az mindig lehet, meg mindig lehet találni magyarázatot, de az, amit az előbb mondtam, hogy volt már korábban olyan, Ferencváros selejtezőkben rosszul játszott, aztán a főtáblán sokkal jobban, hát ennek most mindenképpen meg kell ahhoz történnie, mert ha megnézzük, hogy milyen ellenfeleket kaptak a főtáblán, az nagyon nehéz lesz. Tehát, hogyha ott valami értelmezhetőt akar produkálni a Ferencváros, nem is feltétlenül azt, hogy tovább jutnak a tavaszra, bár azt gondolom, hogy a 36-ból a 24-be bejutni, tehát legalább playoffot lehessen játszani az egyenes kieséses szakaszére, azért ebbe a mezőnybe a Ferencvárosnak ez egy reális célkitűzés, de ez nagyon nehéz lesz, és főleg ezzel a játékkal, amit most látunk, hát ezzel szerintem a Malmö a fogható, azon kívül ott nem sok minden. A jelenlegi állás szerint. Igen. Kíváncsian várjuk, hogy mire mennek a nemzetközi porondon. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. De annyi lenne nekem hozzátéve, hogy itt most beszélgetünk olyanról, hogy azért csak Európa Liga csoportkörös a Fradi. Szóval bekerültek. Nyilván, és természetesen hagy kívánni valót, mert szerintem nem egy túl erős acélos ellenféle játszottak, védekezni mindenki tud, bevizonyította ez a csapat is, hogy tud védekezni. Na de azért csak bennünk a csoportkörben. 5-6 éve, hogy örültünk, igen, az Európa Liga csoportkörnek, most meg így fanyalgunk, hogy hát ez csak Európa Liga, meg milyen játékkal jutottak be. Persze, ez így van, de azért ne felejtsük el, hogy közben lett egy konferencia liga, közben több a hely, tehát azért most már nem, az erőviszonyok sem teljesen ugyanazok a selejtezőben. Meg a költségvetés is nőtt a Ferencvárosnál. Erről nem is beszélve. Tehát ugye az se kihagyható. Tehát az a Ferencváros azért egy egészen más szinten volt anyagi értelemben. De legalább nézhetünk jó meccseket. Ja.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is. Sziasztok!